Ezen a felvételen jól látható, hogy a menetrögzítővel felszerelt autó hosszasan egy olyan mezőgazdasági gép mögött halad, amelyen egyáltalán nincs semmilyen kivilágítás, pedig nekik ugyanolyan kötelező felkapcsolni a menetjelző fényeket, mint a személyautókon. Itt ráadásul az út szélén sincs közvilágítás, így még balesetveszélyesebb a közlekedés. Nem csak az őszi betakarítások idején, a tavaszi földmegmunkálások alkalmával is találkozhatunk hasonló esetekkel az utakon. Az ilyen járművek fényes nappal is megnehezíthetik az autósok előzését nagy méretük miatt, mint ahogy ezen a felvételen is látható. Megnövekedett azon lassú és mezőgazdasági vontatóknak a száma, amelyek igen nagy testűek, nagy vontatmányt képesek húzni maguk után. Ez lehet ugye a függesztett tárcsák, függesztett gépek is. Ezek elképzelhetően ugye a sáv szélességében elférnek, de bizony előfordult már az, hogy méreten túliak ezek a járművek, vagy akár beszéltünk ugye majd a későbbiek felén, hogy mikor a kombájnok jönnek, és azok a nagy testűek, amelyek több mint 2,5 méter, mert ugye a jogszabályilag egy gépjárműnek a szélessége 2,5 méter lehet maximum, közúton ezek közlekedhetnek, illetve azok közlekedhetnek, akik ezen úgy mondjuk, hogy túlméretes járművek, ez már engedélyköteles, és megvan, hogy mikor és hogy milyen formában. Lakott területen kívül országúton a megengedett 90 km/h sebességhez képest a mezőgazdasági vontatóval csak 40 km/h, lassú járművel pedig maximálisan 25 km/h lehet közlekedni. Ezért ezen járművek előzésénél a kulcs szó a türelem. A szabályok ráadásul elő is írják a lassú járművek vezetőinek, hogy időnként oldalra, a patkára húzódva el kell engedniük a mögöttük feltorlódott kocsisort. Mezőgazdasági járművek a legváratlanabb helyeken, az útkereszteződéseken kívüli részeken is felhagyhatnak az utakra. Ilyenkor pedig homokot, sarat vihetnek fel az útra. Jogszabályilag kötelezi a gépjármű járművezetőjét, hogyha földútról kanyarodik, földútról csatlakozik be szilárd burkolatú útra, ha a gépjármű sáros terepen olyan állapotban van, amellyel az utat, közutat rongálja, szennyezi, köteles azt a felhajtás előtt megtakarítani. A szakember azt mondta, volt már rá példa, hogy a rendőrség megállította az ilyen járművet. Bár mostanában esőmentes napoknak örülhetünk, az agyagos, útra letapadt föld esővel áztatva nagyon csúszóssá válhat. Így sárfelhordás nyomainál fokozott óvatossággal, sebességvisszavétellel közlekedjünk.